Idén 7. alkalommal rendezték meg Pécsett a Pannon szimpóziumot, mely a központi idegrendszer baleseti sérüléseinek kutatásával, kísérletes és klinikai gyógyításával foglalkozik. Sok koponya, agy és gerinc sérüléseket érintő alapkutatási ötlet melegágya a rendezvény, mely minden résztvevőnek lehetőséget nyújt bekapcsolódni a nemzetközi keringésbe. Nagyon fontos ez a fórum azért, mert azok az alapkutatók, akik mondjuk a laboratóriumi körülmények között foglalkoznak az agysérülések, gerincsérülések kutatásával, közvetlenül szembesülhetnek azokkal a klinikusokkal, akik az ő általuk felfedezett eredményeket próbálják a beteg ágy mellé átvinni, és ez egyfajta azonnali visszacsatolást jelent, ami az egyes alapkutatásoknak az értékéről is nagyon sokat elmond. A témák azok felülelik az alapkutatásnak a legapróbb szerkezeti elemeit, tehát hogy a koponyahagysérülések, gerincsérülések hogyan keletkeznek, hogyan alakulnak ki. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy hogy néz ki ez a nagyon egyneműnek, egyszerűnek gondolt kórkép a valóságban, mennyire összetett, milyen változások vannak a betegség megjelenésében az elmúlt 10 évben, és egyúttal ebből következik, hogy hogyan lehet megelőzni a betegséget. Különböző országokban, különböző korcsoportokban más megelőzési stratégiák működnek, illetve hogy hogyan lehet kezelni a már kialakult károsodásokat. Magyarországon évente több mint 50 ezer ember szenved különböző súlyosságú fejsérülést. A legújabb tudományos vizsgálatok alapján fontos, hogy ezeket semmiképp sem szabad félváról venni. A sérülések ugyanis idegrendszeri károsodást okozhatnak. Éppen ezért a kongresszus szervezőinek fontos társadalmi célja, hogy felhívják a figyelmet ezen sérülések korszerű ellátásának biztosítására, a gyógyítás és megelőzés feltételeinek javítására.